2018-ban a Sonyhoz tartozó Insomniac Games beszállt a Marvel multiverzumába, méghozzá Peter Parker, azaz Pókember újra gondolt világával. A nagy sikert Marvel Spider-Man a hálószöve egy idősebb, tapasztaltabb variánsát mutatta be a rajongóknak, aki számos gonosztevővel összemérte az erejét, és történetével egyben megágyazott a folytatásnak is, amiben új hősseg gazdagodott New York városa. 2020-ban a PlayStation 5 nyitó címeként megjelent Marvel Spider-Man Miles Morales teljes értékű szuperhős csinált a szintén színes képregényes múltal rendelkező Miles Moralesből. Ő ugyancsak megkapta egyedi háttérsztoriát, megismerhettük személyes problémáit, és egy csomó hozzá kapcsolódó szereplővel bővült kezd Inzomniák saját világa. A Marvel Spider-Man 2 megjelenésének küszöbén állva elérkezettnek láttuk az időt arra, hogy felelevenítsük, mi történt a korábbi részekben, és mi vezetett el a mostani helyzetig, amikor is már két embere van az amerikai nagyvárosnak, és közösen kell Nézniük majd az új fenyegetésekkel. Értelemszerűen spoilerek következnek minden mennyiségben, szóval csak akkor folytassátok a videót, ha ez nem zavart titeket. A Marvel Spider-Man rögtön azzal nyit, hogy megismerjük a 23 éves Peter Parkert, aki már közel sem szárnyait, vagy inkább hálait bontogató igazságosztó. 8 éve van a pályán, ezen idő alatt számos szupergonosz jutott a Ref nevű börtön cellái mögé, civilként pedig mély néni oldalán segíti a rászorulókat a Martin Li által vezetett FISZ szervezet főhadiszállásán. Persze nem teljesen egyedül dolgozik, a rendőrnő Yuri Watanabe gyakran látja előtt információkkal. Azonban egy rossz fiú, a vezérnéven elhíresült Wilson Fisk szabadlábon maradt, de rutinos hősünk hamar a nyomába ered, majd nyakon csípi, mielőtt még el tudna menekülni ám ahogy arra Kingpin is figyelmeztetett, hamar folytatódnak a bajok, amikor Pókember ex barátnőjével Mary Jane watson együtt rábukkan a Devil's Breath nevű halálos vegyi fegyverre, ami iránt nagy érdeklődést mutatnak a rejtélyes Inner Demons banda maszkos rossz is. Pókember nem hagyja annyiban a dolgot, a rendőr Jefferson Davis oldalán a rejtély nyomába ered, meghiúsítja a démonok tervét, de persze nem örülhetünk sokáig a győzelemnek. Norman Osborn, New York polgármester ugyanis újraválasztási bulit tart, ahol feltűnik az Inner Demons is, és az elszabaduló káosz Davis halálát Okozza, de felesége Rio és közös fiúk Miles megmenekül. Itt derül ki az is, hogy Lee valójában a szupergonosz Mr. Negative, aki az Oscorp által kifejlesztett gyógymódnak szánt Devil's Bread jutott hozzá az erejéhez, de egyben ez okozta szülei halálát is, amiért gyűlöli Osborne-t. A támadás után a polgármester nem tétlenkedik, extra védelemként a városba hozza Silver Sable-t és magánhadseregét, illetve rálép még valakinek a lábára, ha esetleg még nem lenne elég ellensége. Megvonja ugyanis a támogatás dr. Otto Octavius projektjétől, aki Péterrel együtt különleges művégtagok kifejlesztésén dolgozik, hogy orvosolhassa súlyos betegségét. Innentől kezdőpörögnek fel csak igazán az események. Octavius folytatja kísérleteit a szerkezettel, ami miatt lassan, de biztosan megőrül, felveszi a Dr. Octopus nevet, és bosszú hadjáratot indít Osborne ellen. Ehhez talál társakat is besorozza a börtönből frissen szabadult Mr. Negatívot, Elektrót, Rhinót, Scorpiót és Kesejűt, majd rászabadítják New Yorkra a Devil's Breath mérgét, ami rengeteg lakót, köztük Ménénit is megfertőzi. A bajokat tetézve a gonoszokból álló csapat még Pókembert is csúnyán a földbe döngöli. Sőt, Osborne ezt követően statáriumot rendel el, és a hálószövőt okolja a történtekért, akit aztán bűnözőnek is kikiált. Nem csak összegyűlnek tehát a fellegek Peter feje felett, hanem még is zúdul rá belőlük. Képletesen persze. Hősünket viszont kemény fából faragták, nem nyalogatja sokáig a sebeit elindul módszeresen visszafoglalni a várost, amely során egymás után veri bucira a frissen megalakult Sinister Six tagjait, azonban Dr. Octopus továbbra is túl nagy falatnak bizonyul számára. Mindeközben MJ Osborne házatáján kutakodik, és rájön, hogy az Oszkor vezetője a halálos betegséggel küzdő fiát, Herit akarta meggyógyítani a Devil's breath csak épp nem sült el jól a dolog. A terepről visszatérve ráadásul MJ véletlenül magával hoz egy genetikailag módosított pókot, ami megcsípi mice -t. Pókember aztán sokat szóra is talpra áll, épít magának egy páncélozott szerkót és az Oszkor tornyának tetején grandiózus párbajt vív Doktor Oktopusszal, akit végül legyőz, de itt még közel sem érnek véget a megpróbáltatásai. Döntenie kell ugyanis, hogy a Devil's Bullet ellenszerével vagy a New Yorki tömegeket gyógyítja meg, vagy mélyt. Peter súlyos áldozatot hoz azzal, hogy a lakosokat választja, mert ezzel elveszti a nagynéniét, aki egyébként tudta, hogy ki van Pókember maszkja mögött. Három hónappal később aztán New York visszatér a rendes kerékvágásba, Peter újra kezdi kapcsolatát MJ-vel, és kiderül, hogy a pókcsípés és után más hasonló képességekre tett szert, mint pókember. Még szerencsé, hogy időközben összebarátkozott a két hálószövő, akik felfedik egymás előtt szupererejüket. Végezetül láthatjuk, ahogy a város éléről visszavonult Osborne egy tartályban tartja fiát, Harryt, méghozzá egy fekete hálószerű anyaggal egyetemben. Már senki sem lett meg, hogy a nagy finálét követően sem marad sokáig biztonságos New York. A vezér hiányában belső harcok alakulnak ki a helyi mafiózók között, és a tortából a kalapás nevű szupergonosz is szeretne egy finom szeletet. Visszatér Peter életébe korábbi barátnője, fel a Hardy, vagyis a fekete macska, aki elhiteti hősünkkel, hogy van egy közös fiúk, akit kalapás fej fogva tart, és kényszeríti a tolvajnőt, hogy neki dolgozzon. Pókember és közvetetten MJ is ezért segít neki ellopni néhány értékes pendrive-ot, de nyilván kiderül, hogy a fekete macska hazudott, nincs közös gyermekük, és a bűnözőt átvágva szimplán magának akarja a zsákmányt, hogy eltűnhessen. Ezt egy időre meg is teszi, amikor látszólag végez vele egy robbanás. A történtek után igazi banda háború alakul ki az utcákon. Pókember és korábbi rendőrségi kontaktja, Yuri Watanabe közösen, de két nagyon különböző megközelítést alkalmazva indulnak el kalapács nyomába. Amíg hősünk a saját útját járja, addig Yuri az emberei halála után bekeményít, nem kiméli a bűnözőket. MJ-nek hála kiderül, hogy Yuri személyes okok miatt is vadászik Kalapácsfejre. fejre. A rendőrnek majdnem sikerül is végeznie vele, ám a bűnöző végül megúszza a bulit, folytatja New York terrorizálását, és a Silver Sable cége, valamint az Oscorp által közösen megalkotott exoruha a Project Olympus óriási előnyhöz juttatja őt a továbbra is dúló banda háborúban tettei miatt elküldik a rendőrségtől Jurit, aki önjelölt igazságosztóként folytatja a bűnöző küldözését. A városba visszatért Sable kifejezetten morcos, amiért az időközben kiborgá változott kalapácsfej eldobta a technológiáját. Bosszúja érdekében még Pókembele is hajlandó összeállni, és visszatér a korábbi eseményeket túlélő fekete macska is, aki segít hőseinken, csak hogy aztán újból lelépjen. Ilyenek ezek a fekete macskák. Végül közös erővel sikerül legyűrni kalapácsfejet, aki felturbozott teste ellenére azt már megérzi, amikor belecsapódik -e egy repülőgép, nem is kapálózik tovább. Silver Sable aztán összegyűjti New Yorkban maradt cuccait, és Peter cselekedeteinek hála megváltozva tér vissza hazájába, Simkariába. Követi őt oda Mary Jane, aki az ottani háborúról szeretne tudósítani, Peter meg úgy dönt megkezdi Miles Morales kiképzését, hogy ő lehessen New York következő pókembere. Darcyvel több mint egy évnyi betonolási időszak után Miles Morales megtanul végre bánni szupererejével, és Peter Parker társaként védelmezi New Yorkot. Egyik nagy közös buliuk, amikor rabokat kísérnek az újraépített reftbe, ám Miles bakia miatt kiszabadulnak a bűnözők, és sajnos pont köztük van a durván páncélozott Rhino is közösen megfékezik az orszarvú szupergonoszt, és kiderül, hogy Miles nem pont ugyanolyan erővel bír, mint Peter. Venomnak bélyegzett elektromos képességével ugyanis igen megrázó élményben tudja részesíteni ellenségeit. Peter közben bejelenti, hogy MJ után ő ugyancsak lelép egy pár hétre színkarjába, hogy fotósként segítse a háborús tudósítást, így Miles egyedüli pókemberként marad New Yorkban. Szerencsére nem gyámoltalan a fiú, hamar munkába áll, amikor az Underground bűnszervezet betör a Roxon energiavállalathoz, hogy ellopja annak új áramforrását, a New Miles megakadályozza ezt, de aztán picit félreteszi a bűnöldözést, hiszen mégiscsak karácsony van, amit anyjával, Rióval, illetve barátjával és osztálytársával Genkivel ünnepel. Azonban váratlanul betoppa Miles másik gyerekkori pajtása, akit hosszú ideje nem látott. Az ünnepi mulatságok után Miles folytatja a hősködést, amit megkönnyít Genki új mobilos apja. Ez ugyanis lehetővé teszi, hogy New York lakói közvetlenül kérjenek segítséget Pókembertől. Ezzel rögtön él is Miles nagybácsia, Jefferson Davis testvére, Éron, aki nem mellesleg a Prowler, vagyis portyázó álnéven ténykedő zsoldos. Sőt, még azt is felfedi, hogy amúgy tudja, kit rejt a fekete-vörös maszk. Hamar elharapódzik a helyzet, amikor az Underground újabb támadást indít, amiben ráadásul érintett más politikai pályára állt anyja is. Aztán kiderül, hogy hősünk elektromossága és a New Form nem jó párosítás, aminek egy híd és az új hírneve látja kárát. Ha pedig ez még nem volna elég baj, megtudjuk, hogy Finn az Underground vezetője és Tinkerer néven folytat hadjáratot a Roxon ellen. Méghozzá azért, mert bátyja Rick készítette eredetileg a New Formot a vállalat számára, de aztán beteg lett az instabil anyagtól, és amikor megpróbálták szabotálni a reaktort, a vállalatot vezető Simon Krieger végzett a férfival, aztán pedig ellopta az egész ötletet. A portyázó segítségével Miles folytatja a kutakodását a Roxon körül, de rájön, hogy a nagybácsi Kriegernek dolgozva kémkedett utána, majd nem sokkal később feltűnik az időközben felturbózott Rhino is. Finn majdnem végez a rossz fiúval, illetve megsebesíti miles akit Genki visz haza. Rio rájön, hogy fia igazából New York hőse, és még kuszább lesz az egész helyzet, amikor kiderül, hogy Krieger úgy módosította a New Form reaktort, hogy ha Finn a cég leleplezése érdekében elpusztítja azt, vele pusztul egész Harlem is. Barát ide vagy oda, ezt Más nem hagyhatja annyiban, és miután kiszabadul nagybácsi a fogságából, aki védelmezi szerette volna őt, el is indul megmenteni a városrészt. Amíg a jó útra tért portyázó és Rio Harlem lakóinak kimenekítésén ügyködik, addig Miles kénytelen megküzdeni finnel. A nagy összecsapásnak az a vége, hogy a Tinkerer ráeszmél a hibáira, és megmenti Harlemet azzal, hogy a város felé viszi a reaktor energiáját elnyelő miles -t. A robbanás viszont a lányvesztét okozza, miles pedig többen is maszk nélkül látják, miután földet ér. Ezt követően Aaron tanúskodik egykori munkáltatója ellen, Kriegert letartóztatják, és végszóra még Peter is visszatér szimkariából. A stáblistás jelenet aztán elénktárja, tárja, ahogy Norman Osborn arra utasítja dr. Kurt Connors, hogy állapot ellenére engedje ki fiát Herit a tartályból. Ami pedig ezután jön, azt hamarosan megismerhetjük a Marvel Spider-Man 2-ben, ami október 20-án jelenik meg Playstation 5-re. Ti várjátok már a játékot? Írjátok meg kommentben! Legközelebb újra találkozunk! Sziasztok!